A francia Thierry Strack 5 éves korában határozta el, hogy 50. születésnapja után útnak indul és lovas lakókocsiával a lehető leghosszabb szárazföldi utat teszi meg, így is lett. Amikor elérkezett az idő, a szakmájában jó nevű vállalkozó mindenét pénzét tette, megtervezte és megépítette, napelemekkel is felszerelt, és a zord téli hidegnek is ellenálló kocsiját is útnak indult. A leghosszabb szárazföldi út Európából kelet felé vezet, így lett a végső cél Vlagyivosztok. A most 54 éves Thierry 2 évet a felkészüléssel töltött, 2 éve viszont úton van Szibéria legtávolabbi városa felé. Németországon és Szlovákián átérkezett Magyarországra és nemrégiben Karcagra, ahol Takács Sándor kunhegyesi úti tanyáján kért és kapott 2 lovának takarmányt, magának és kutyáinak pedig éjszakai szállást. Fű lovák! Samara, víz lovak, ale difícil, ein egi ejakal, indulok olnap regel, keren, köszönöm, köszönöm. A Kunhegyes úton találkoztunk, feltűnt, hogy ez a különleges Echo szekérrel, 2 lóval, 2 kutyával egy idegen, számomra idegen személy vonult, és szóba elegyedtünk, és megbeszéltük, hogy az éjszakát itt fogja tölteni a tanyámon. Hát a beszélgetés abból állt, hogy egy oldalra fel volt írva egy szótárszerű dolog, néhány magyar szóval, valamint a kérés, hogy az éjszakára a lovaknak víz, takarmány szükséges, és holnap reggel 7 óráig vagyok. Ezt valaki számomra ismeretlen személy írta fel, tulajdonképpen így jöttünk kapcsolatba. Megérthettük egymást, de azért azt tudni kell, hogy voltak angolul tudó ismerősök. Hát ők éppen a El Camino útról érkeztek. Ez egy szerencsés véletlen, hogy ilyen hosszú útról érkező emberek pontosan itt nálam találkoztak. Mint mondja, napi 20-25 kilométert halad mindenütt mellékutakon, hiszen az autósztrádákra vagy főútvonalakra a lovaskocsival nem mehet fel. Ezzel a sebességgel, ahogy számítja, 10 évig tart majd az útja Vlagyivosztokig. Hosszú út és hosszú idő, de egyszer csak odaér. Mi lesz akkor, tettük fel a kérdést. Akkor majd megiszik egy üveg pezsgőt, válaszolta Thierry, és közben maga is erről fog tűnődni. Visszafordulni azonban nem fog. Valószínűleg át kell Kanadába is, folytatja az utat. Je m'appelle Thierry Strack. J'ai 54 ans. Thierry Stracknak hívnak. 54 éves vagyok, és 4 éve vagyok már úton. Elhatároztam, hogy Vlagyivosztokba utazom, hogy megvalósítsam a gyerekkori álmomat. Az édesapám egy ekkós szekérben született, és egy katonai karrier után nem tért már vissza többé az ekkós szekérhez. Édesapám épített magának egy házat, és ő már utána nem az ekkós szekeresek életét élte. Én épp az ellenkezőjét csináltam. 50 éves koromban eladtam a házamat, eladtam az autóimat, a számítógépemet, mindent eladtam, hogy egy ekkós szekérben éljek ezentúl. Az én szekerem egészen új anyagokból épült fel. Én magam terveztem, de egy szakember segítségét kértem a felé megépítéséhez. 4 napelem van a tetején, belül van egy kis vaskályhám, amivel fel tudom fűteni a szekér belsejét, hiszen vagy Vlagyivosztokba megyek, ahol mínusz 40-48 fok van. 22 kilométert teszek meg naponta, és amikor megállok, akkor az emberektől innivalót és ennivalót kérek a lovaim számára. 10 évig leszek úton, ha minden jól megy, és 10 évnyi utazás után érkezem meg Vlagyivosztokba. Az a legfontosabb számomra, hogy emberekkel találkozzam, olyanokkal, mint önök, akikkel kicseréljük gondolatainkat, akiket felfedezek újra és újra. Mindent otthagytam 50 éves koromban. Nagyon szép házam volt.
Mindenem megvolt, ami kellett. Két autón volt, jól kerestem. Ismert embernek számítottam a mesterségemben. És most, hogy útra indultam, tulajdonképpen nincs már semmim. Van két lovam, egy szekerem, és én egy olyan ember lettem, aki az úton enni és innivalót kér az állatai számára. És csak köszönetet mondhatok azoknak az embereknek, akik segítenek nekem, és azt mondják, folytasd nyugodtan az utadat. Hárman utasítottak el, valószínűleg azért, mert nem értették, hogy mit akarok. Talán furcsának találtak engem a szekeremmel és a lovaimmal. De nem féltem tőlük, nem is félek senkitől. Jól megvagyok egyedül, akkor is, ha 4-5 napig nem találkozom emberekkel, és nem tudok beszélgetni velük. Úgy gondolom, hogy a 106 megállást som folyamán ez a három elutasítás igazán nem sok. Franciaországban is, Németországban is, Szlovákiában is, Magyarországon is az emberek nagyon kedvesen fogadtak. 10 év alatt minden nap felfedezek valamit, felfedezem az embereket, akik a különböző országokban élnek, felfedezem a tekintetüket, az életüket, a gondolataikat, és mindig bátorítanak, igenis, valósítsd meg gyerekkori álmodat. És 10 évnyi utazás után, amikor megérkezek majd Vlagyivosztokba, kinyitok egy üvegpezsgőt, megiszom szép lassan, és felteszem magamnak a kérdést. Na és most mit fogsz csinálni? Hazatérsz, vagy esetleg átmész Kanadába, és onnan folytatod az utadat? Je suis attendu, ou tu continues la route en passant par le Canada. Bombolyás, azaz jó utat kívántuk másnap, amikor a debreceni úton a Zádorhidat is érintve tovább indult Nádudvar irányába.